Szeretettel köszöntelek benneteket ezen a szép napon. Egy nagyon érdekes történet, ami nemrég történt velem, Visegrádon, amikor ott a vár környékén is sétáltam, fölmentem a várba, és ráfigyeltem egy növényre, ami kapaszkodott a falon. Olyan érdekes volt, hogy ez a meredek falon egy növény kapaszkodik, és nem csak úgy kapaszkodott, hanem bizony ott van egy ideje, mert rajta volt nagyon szép virág. Egy kicsit magamba szántam, hogy milyen nagy kitartásra van szükség ennek a növénynek ezen a meredek falon kapaszkodni, és ott nőni, és virágot hozni. Nem könnyű. De mennyire vagyunk kitartóak egy-egy bizonyos munkában, az akármi is, a kitartás, az egy nagyon nagy erény, érték az emberi életben. Manapság sajnos egy kicsit feledésben megy ez az a érték, amiről van szó, kitartás. Kitartás nélkül igazán nem tudjuk maradandó a gyümölcsöket, eredményeket, úgynevezett világban sikereket elérni. Ezért fontos egy kicsit elmélkedni ezen, most magunkba szállni. Kicsit körülnézni, mennyi mindent tanít bennünket a teremtés, a teremtett világ. Nagyon sokszor hangsúlyozom ezt, az azért, mert annyi mindent lehet tanulni a teremtett világtól, a környezetünktől. Próbáljuk kicsit ebben a nagyon szép időben kinyílni, kifelé kicsit nézni, nem csak úgy sítálni meg ilyen mégiségünkért, de ez a síta lelkünk javára is váljon, ilyen elmélkedéseket lehet végezni. Amikor egy sítára megy, akkor egy teljes fajta felfrissülés történik, lelkileg is, testileg. Szép napot kívánok nektek, jó Isten adjon szép napot!